ETK-val kapcsolatos általunk leszabályozott módosítási javaslatokat szíveskedjen mielőbb tárgysorozatba venni, hogy elejét vessük végre a terrorcselekménynek is nevezhető kábellopásoknak. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Szilágyi László, képviselő úr, LMP. Köszönöm szépen a szót, tisztelt ház. Az eredeti törvény preambuluma szerint itt a fémlopásokat, az illegális fémkereskedelmet és a kulturális javak védelmét kellene megoldani a törvényjavaslatnak. Mindjárt tudjuk, hogy erre alkalmatlan, nem is igazából erre jött létre. Ez az előttünk fekvő törvényjavaslat, képviselő úr önálló indítványa még rátesz erre egy lapáttal, hogy itt a piaci mozgást, a hollét, átláthatóságát, nyomon követhetőségét, a kötelezettségek számon kérhetőségét várhatjuk el ettől a törvényjavaslattól, én azt olvasom az indoklásban. Az én kérdésem az, hogy hogyan szolgálja ez az indítvány a fenti célokat. Kevesebb lesz a lopás ettől? Átláthatóbb lesz a fémhulladékok holléte és nyomon követhetősége? Előrébb leszünk-e, hogyha az egyik gazdálkodói csoport kikerül a törvény hatája alól? Mit szolgál ez az indítvány, ha nem bizonyos lobby, egy bizonyos lobby érdekeit? Én általában sem értek azzal egyet, de itt ebben az esetben is az a véleményem, hogy egyéni képviselő indítványokkal nem célszerű leszalámizgatni a meglévő jogszabályokat. Rengeteg baj van a fémtörvénnyel, a kezdetek óta rengeteg baj van, nem lehet vele elérni a kitűzött célokat. A törvény teljes felülvizsgálata szorul, és tudomásom szerint elkezdődött az NGM-ben, nem tudom, államtitkár úr megerősíte, egy elég rendes egyeztetési folyamat minden ágazati szereplővel a fémtörvény teljes felülvizsgálatáról. Én azt gondolom, hogy ezt a jelenlegi javaslatot talán vissza kellene vonni, és megvárni az egyeztetések eredményét, és utána a teljes törvényt ide visszahozni egy felülvizsgált módosított állapotba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem Kobeg Attila képviselő urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Természetesen szeretnék válaszolni, és köszönöm a szót. És egészen röviden természetesen. Dr. József István felvetésére egyet tudok érteni önnel, képviselőtársam. Valóban a hírodástechnikai hulladékok kérdése az egyre érdekesebb és fontosabbá válik, hiszen a jelentős nemes fémtartalom, a fém kivonásnak a technológiája is, környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos kérdés, és én azt hiszem, hogy a következő csoportban ennek a kérdésnek a felvetése mindenképpen szükséges. Ezt a minisztériumok közötti egyeztetés során is felvetették a illetékes a minisztériumok képviselői. Természetesen nyitottak vagyunk ebben, és ha gondolják, olyan szívesen tudunk együtt dolgozni e tekintetben. A legális bontók és a nem legális bontók kérdése. Itt valóban a gond ott van, és talán itt Szilágyi László felvetésére is részben tudok válaszolni. Az elmúlt időszakban az ellenőrzések kifejezetten a legális bontók területén mutatkoztak. Azaz, egy olyan célközönséget értek el a VPOP, illetőleg a NAV képviselői, ahol a törvény meghatározott bűncselekmények nem követődtek el. Ugyanakkor ezeken a legális bontókban végzett ellenőrzési tevékenységek, a költségei, az természetesen a hatékonyság nélkül költődtek el. Sőt, ezek a legális autóbontóknál végzett ellenőrzések elvették az időt, embert és eszközrendszert attól a feladattól, hogy valóban ott és olyan módon történnek az ellenőrzések, hogy valóban visszaszoruljanak ezek a tevékenységek. Teljesen igaz Konradi Miklós képviselőtársamnak a javaslata, hogy bizony ezek a kérdések, hogy
illegális módon lopott autóalkatrészeket, lopott gépjárművekből kinyert autó, de alkatrészeket társítsanak, ezek nem ennek a jogszabálynak a megoldási tere. Teljesen igaza van önnek, hogy itt BTK módosítással erőteljesebben kell ezeket az érdekeket védeni, különös tekintettel az ön által is kiemelt közlekedési biztosító jelzőberendezések meghibásodásából eredő nagy kockázattal. És megjegyzem, itt természetesen nem csak az a gond, hogy az onnan leszerelt, elvágott, kitépett kábeleket ellopják, hanem annak a pótlása legalább annyi, sőt, ha nem többbe kerül, mint ez, mint ennek a színes film tartalma. És Szilágyi úrnak a költői kérdésére, hogy kevesebb lesz a lopás ettől, hát igen. Ha egyszer nem ott fecséreljük el azt az erőt, energiát, pénzt és élő munkát, ahol nincs értelme, hanem arra fordítjuk, ahol valóban ellenőrizni kell, akkor igen, javulni fognak a mutatók, az eredményességi mutatók, a felelősségi mutatók. Azt meg csak a hajnali órának tudhatom be, hogy Szilágyi László úr a javaslatom visszavonására búzdít. Remélem, hogy kipihentebben ilyet nem fog mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett a részletes vitára bocsátásra, és a részletes vitára későbbi ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló, tudomásul vételéről szóló határozati javaslat részletes vitája. A Számvevőszék és a Költségvetési Bizottság önálló indítványát a HPR 3427. sorszámon, a Gazdasági Bizottság ajánlását pedig HPR 3427 per harmadik sorszámon kapták készhez. Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat két szakaszban vitassa meg az Országgyűlés. Felkérem Göndör István jegyzőurat, ismertesse a javasolt vita szerkezetet. Tisztelt Országgyűlés! Az ülésvezető elnök azt kezdeményezi, hogy az első vita szakaszban az ajánlás második és harmadik egymással tartalmilag összefüggő pontjai szerepeljenek, ezek az ÁSZ elnökének pénzügyi beszámolójára és a szervezet jövőbeli stratégiájára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. A második vita szakaszban pedig a házszabály 105. paragrafusának második bekezdése alapján a cím módosítása szerepel az ajánlás első pontja szerint. Köszönöm szépen, jegyző úr, tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért a javasolt vitaszerkezettel, kérem kézfelemeléssel szavazzanak. Látom, mindenki éberen van, megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványomat elfogadta. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, az ajánlás második és harmadik pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben. Igen, megadom a szót Göndör István, MSZP-s képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, és én a Gazdasági Bizottság képviselőit szeretném tisztelettel kérni. Az általános vitában is elmondtuk, és Nyikos képviselő úr kísérletet tett arra, hogy ezt módosító indítványban megfogalmazza. Elsőként a hármas számú ajánlási pont. Ez így nem helyes, de én tisztelettel kérem, hogy egy önálló javaslatot nyújtsanak be a stratégia elfogadására, mivel hogy a jegyzőkönyvben is visszakereshető, az Állami Számvevőszék elnöke elfogadta, hogy az a stratégia, amit benyújtott, az szerkesztésileg is problémás, és az itteni vita alapján Domokos elnök úr azt mondta, hogy a stratégiát átszövegezik. Tehát azt gondolom, ezt mindenképpen külön kellene elfogadni. Szóval egyszerűen nem mehetünk olyan mélyre, hogy egy olyan dokumentumot veszünk tudomásul és fogadunk el, aminek két darab kettes szakasza van.
Az kettes pontra ez így nem helyes, és elnézést kérek, elnök úr, de talán nem kell akkor még egyszer szót kérnem. A kettes pont és az egyes közt a gond a következő. Hogy a házszabály 89. paragrafusa szerint az állami számvevőszék elnöke jelentést tesz. Tehát nem beszámoló tudomásul vétele van, hanem jelentést tesz. Tehát nem lenne szerencsés, ha maga az országgyűlési határozat már sértené a házszabályt. Tehát kérem a gazdasági bizottságot, hogy nyújtson be akkor egy ilyen jellegűt, vagy fogadják el Nyikos bizottsági elnök úr javaslatát, mert ez így rendben van. De a kettes pont az meg pont az ellenkezője, mert ott ő a jelentést törli ki, és helyette a tájékoztatót emelte be. Tehát így a kettes nem jó, azt kellene egy bizottsági módosítóval visszahozni, hogy a jelentést fogadja el az országgyűlés, és a többi a könyvvizsgáló ezekre már nem térek ki. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr! Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita szakaszát lezárom, megnyitom a részletes vita második szakaszát, az ajánlás első pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben? Jelentkező nincsen, a részletes vita szakaszát majdnem lezártam volna, de megadom a szót, hogyha jelzi. Tessék benyomni a kártyát. Köszönöm szépen, megadom a szót Nyikos László képviselő úrnak. Köszönöm, elnök úr, elnézést kérek, hogy... A vita szakasz már, tehát a második szakaszban vagyunk az ajánlás első pontjánál. Igen, a határozati javaslatot a én neve alatt nyújtotta be a... Képviselő úr, a csiptetős mikrofont föl kéne csiptetni. Van bőven ideje, mert lehet egy újabb 6 percest kérni is. Köszönöm szépen. A határozati javaslatot az én nevem alatt nyújtotta be a bizottság, költségvetési bizottság, de nem az én aláírásommal, ez tudatos. Sesták képviselő társam, alelnök itt alá az indítványt. Én viszont tettem egy saját indítványt azért, mert szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy az a javaslat szöveg, ami szerepel az indítványban, az nem a valóságot tükröző megállapítással kezdődik. Nevezetesen a számvevőszék nem teljesítette azokat a törvényi kötelezettségeit, amelyek előtte állnak. Én azt javaslom a tisztelt országgyűlésnek, és nem is húznám az időt, hogy valótlanságot ne tartalmazzon a határozat, ugyanis sem a hatályos alkotmányt, sem a hatályos törvényt, sem néhány országgyűlési határozatot nem azokban foglalt tennivalókat nem tudta a számvevőszék, nem tudta vagy nem akarta teljesíteni. Ezért én egy olyan kompromisszumos módosító indítványt fogalmaztam meg, ami úgy fogalmaz, hogy vegye tudomásul az országgyűlés, a számvevőszék elmúlt évi tevékenységét, de ne erősítse meg, vagy ne állítsa azt, hogy teljesítette a törvényben foglalt feladatait. Én azt gondolom, hogy a jogállamiság azt jelenti többek között, hogy a törvényeket akkor is be kell tartani, ha azok nem jók. A számvevőszéki törvény nem egy jó törvény, az alkotmány sem fogalmaz szerencsésen, de tény, hogy hatályban vannak ezek a jogszabályok, és ezeknek a betartása akkor is kötelező az én felfogásom szerint, hogyha esetleg nehéz vagy nem lehet végrehajtani a benne foglalt feladatokat. Én tehát erre szeretném felhívni a tisztelt országgyűlés figyelmét, hogy ne fogadjon el olyan határozatot, amely a tényeknek nem felel meg. Köszönöm, elnök úr!
Köszönöm szépen. Megkérdezem, kívánni még valaki felszólalni? Több jelentkező nem látok a képernyőn, ezért a részletes vita e szakaszát és a részletes vita egészét lezárom. Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az atomenergiáról szóló 1996. évi 116. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 159. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést TPR 3288. sorszámon, a bizottságok együttes ajánlását pedig TPR 3288/29. sorszámon kapták készhez. Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat a törvényjavaslat által érintett törvényekre figyelemmel két szakaszban vitassa meg az Országgyűlést. Felkérem Göndör István jegyző urat, ismertesse a javasolt vitaszerkezetet. Tisztelt Országgyűlés! Az ülésvezető elnök azt kezdeményezi, hogy az első vitaszakaszban az ajánlás 1-től 30-ig terjedő pontjai szerepeljenek, amelyek az atomenergiáról szóló törvény módosítását kezdeményezik. A második vitaszakaszban pedig a 31-től 34-ig terjedő pontok szerepelnek, ezek a fegyveres biztonsági őrségről szóló törvény módosítását kezdeményezik. Köszönöm, jegyző úr! Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért a javasolt vitaszerkezettel, kérem készfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványomat elfogadta. Kérem a felszólalni kívánó képviselőket, hogy felszólalásuk kezdetén jelezzék, hogy a bizottsági ajánlás melyik pontjaihoz kívánnak hozzászólni. Megnyitom a részletes vita első szakaszát az ajánlás 1-től 30-ig. Terjedő pontokra. Többen jelzik, hogy 6 perces időkeretben kívánnak felszólalni. Elsőként megadom a szót Bödecs Barna képviselő úrnak, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Ezen a késői órán nem akarom hosszú ideig igénybe venni türelmüket. Az első vitaszakaszban a 7-es és a 19-es ajánlási pontokhoz szeretnék hozzászólni. A 7-es pontban a Jobbik részéről egy olyan indítványt terjesztettünk be, amelyik a maximális biztonság igénye jegyében még azokat a szigorú időtartamokat is kiterjeszteni, amelyeket egyes bűncselekményeket elkövetőkre kiszab a törvényjavaslat abban a tekintetben, hogy mikor foglalkoztathatóak valaha is egy atomerőműben vagy atommal kapcsolatos létesítményben. Itt ugye a BTK-ban meghatározott elévülési időkön túlmenően a negyedik bekezdés további időtartamokat szab meg az egyes bűncselekményfajták esetében, amelyekre kifejezetten hivatkozik a törvénymódosítás, hogy ezeket a plusz időtartamokat is ki kellene tölteni. Itt a javaslatunk arra irányult, hogy ezen minősített bűncselekmények esetében ne legyen mód arra, hogy valaha is visszakerüljön az illető személy, vagy bekerüljön egy atomlétesítmény foglalkoztatottjai körébe. Úgy gondoljuk, hogy ezeknél a létesítményeknél a minimális kockázatot is ki kell zárni. Sajnos az indítványunk nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, csak az ellenzék így egyharmaddal támogatta. Kérem, hogy ezt az indítványunkat fontolják meg, jelentősen egyszerűsíteni a törvény alkalmazását, hiszen a jelen megfogalmazás és bonyolult szabályozás szerint igen komoly minősítési eljárásra van szükség az ilyen cselekményeket elkövetők esetében. Ezt egyszerűen
ki lehetne zárni. Nem gondoljuk, hogy ez egy diszkriminatív szabályozás lenne, hiszen alapvetően néhány munkahelyből történő kizárás jelentene, nem diszkriminatív ez. A másik ajánlási pont a 19-es, ez már az atomerőmű, új atomerőmű létesítésére vonatkozik. Ugye mind a világban, mind Magyarországon is az egyik legnagyobb probléma az, hogy a nagy rádióaktivitású hulladékok végleges elhelyezése a legtöbb országban nem biztosított. Így van ez a paksi atomerőmű esetében is, ahol ugye a kiégett fűtőelemeket ideiglenesen tároljuk abban a reményben, hogy azok valaha újra feldolgozhatóak lesznek, illetve arra gazdaságosan alkalmasak lesznek, és ezáltal a képződő hulladékok mennyiségét csökkenteni lehet. A végleges elhelyezés azonban a mindenképpen megmaradó hulladékok esetében még a Paks 1 esetében sem biztosított, ezért a Jobbik részéről úgy gondoljuk, hogy az új erőmű blokkok létesítésével egy időben Magyarországnak igenis képesnek kell lennie arra, hogy a majdan képződő végleges nagy rádióaktivitású hulladékok elhelyezését biztosítsa. A javaslat erre irányul, hogy az engedélyezésnek feltétele legyen ennek elhelyezésének megoldása is. Hasonló a helyzet ezzel a javaslattal is. A bizottság többsége nem támogatta az indítványt, csak egyharmada. Kérem javaslatunk megfontolását a jövő nemzedékek és a jelen nemzedékek biztonsága érdekében. Köszönöm szépen, hogy szólhattam. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Józsa István, képviselő úr, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr. A első vitaszakaszban engedje meg, hogy ne a sorszámmal, hanem a benyújtó személyével azonosítsam a módosító indítványokat. Én adtam be két módosítót. Az egyik az a humán erőforrás megbecsülésére vonatkozik, és az indítványomnak az alapja az, hogy a nukleáris biztonság garantálásában kiemelt szerepe van az Országos Atomenergia Hivatalnak, és tekintettel arra, hogy a ház előtt van az állami számvevőszék tagjainak javadalmazására vonatkozó, kiválóan kidolgozott törvényjavaslat, én ezt áttettem az Országos Atomenergia Hivatal elnevezéseinek megfelelő módosító indítványba, és ezáltal lehetőség nyílna arra, hogy a nukleáris biztonság szempontjából fontos felügyelők hasonló megbecsülésbe részesülhessenek, mint akik az állami számvevést végzik. Én fontosnak tartanám, hogy ez most a törvénybe bekerüljön, ugyanis a japán atomszerencsétlenség után a nukleáris biztonság azon túl, hogy alapvetően objektív kategória, a közvélemény számára bizonyos mértékig szubjektívbe is vált. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak a Országos Atomenergia Hivatal működését garantálná ez, hanem jótékony hatást gyakorolna a közvélemény felé is, hogy a kormányzat kiemelten foglalkozik a nukleáris biztonság garantálásának kérdésével. Én nem akarom azt mondani, hogy ha ez nem teljesül, akkor kampányt kezdek a kormányzati munkával szemben, hogy nem tesz meg mindent a atomenergia biztonságáért, de lehet, hogy valakibe felmerül ez a gondolat, és az nem tenne jót a terület megítélésének. Úgyhogy én ezt mindenképpen fontosnak tartom, hogy az adott szituációban akkor jár el helyesen a jogalkotó, hogyha nem csak a több éves előkészítő munkát mérlegeli, amiben szintén benne van, hogy ezt a kérdést meg kell oldani, helyére kell tenni, hanem az aktuálisan felmerült, mondjuk így, társadalom lélektani
szituációt is igyekszik kezelni. Tehát ennek én nagy jelentőséget tulajdonítok. Az indoklásba kitértem arra is a szóbeli indoklásnál, hogy az energetika legjobban megtérülő beruházása az a Paksi atomerőmű élettartamának 20 évvel történő megnövelése. Ugyanis itt mintegy 200 milliárd forint ráfordítással, ami energetikában nem olyan kiemelkedő nagy összeg, különösen ahhoz mérve, hogy 2000 megawatt kapacitás működését biztosítja további 20 év élettartamra, tehát forrás van erre a célra, amit megjelöltem a egyik módosítomba. A másik módosító az azt lehet mondani, hogy gesztusértékű, hogy a többségi oldal gesztust tegyen a szakmának, ugyanis a nukleáris alap felhasználásában, hogyha külön nevesítjük azt a célfeladatot, ami a nukleáris hulladék csökkentésére vonatkozik, az ehhez kötődő kutatásfejlesztési ráfordítások is fedezhetők lesznek a központi nukleáris alapból, akkor ráirányítjuk a figyelmet egy olyan területre, ami most nem biztos, hogy kellően exponált, viszont az Európai Unió nukleáris hulladék irányelvébe már szerepelni fog, hogy kötelező feladattá válik a keletkezett hulladék csökkentésére lépéseket tenni. Úgyhogy én nagyon kérem a többségi oldalt, hogy legyen úrrá a hatalmi gőgön, és ezt a szakmai szempontot legyen szíves mérlegelni, és kifejezni elkötelezettségét abban, hogy az innováció iránt is elkötelezett, és hajlandó a szabályozást ennek megfelelően korszerűsíteni. Én nagyon bízom abban, hogy ezek a javaslatok kellően megalapozottak ahhoz, hogy a többségi oldal belátással legyen, és a kedd délelőtti gazdasági bizottságon elhangzott kormányzati állásponttól eltérően ezt a végső szavazásig támogatásáról biztosítsa. Tehát erre kérem a kormány oldalt. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Jávor Benedek, LMP-s képviselő úr következik. Köszönöm a szót, elnök úr. Ajánlási pontok közül az 1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 8-as, 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös, 24-es és 30-as ajánlási pontokhoz szeretnék hozzászólni, amennyiben belefér a 6 percemben. Az 1-es ajánlási ponton az atomenergia alkalmazásának általános feltételeit javaslom kiegészíteni, annyiban, hogy az általa nyújtott társadalmi előnyök ne csupán nagyobbak legyenek, mint a nukleáris létesítmény területén tartózkodó személyeket, illetve a lakosságot fenyegető kockázatok, hanem jelentősen nagyobbak legyenek. Látnunk kell, és Fukushima egyik nagy tanulsága az volt, hogy az atomenergiával kapcsolatban a becsült kockázatok utólag nézve általában alacsonyabbnak bizonyulnak, mint amelyek aztán ténylegesen jelentkeznek veszélyként a lakosságra, a környezetre és az anyagi javakra. Van egy ilyen bizonytalansági tényező, továbbá az elővigyázatosság és az óvatosság elve is azt követeli meg, hogy egy kockázatos tevékenységet csak akkor alkalmazzunk, hogyha annak a előnyei nyilvánvalóan és jelentősen meghaladják azokat a kockázatokat, azokat a bizonytalan kockázatokat, amelyeket a tudomány mai állása szerint becsülni tudunk csupán. Hármas ajánlási ponton az ellenőrzésekre vonatkozóan egy kiegészítő javaslattal élek. Javaslatunk arra irányul, hogy egy ellenőrzési terv alapján havonta, negyedévente, illetve évente végrehajtott rendes, valamint azon kívüli rendkívüli egyedi eljárások során végzett ellenőrzéssel folyjon a nukleáris tevékenység ellenőrzése. Azt gondoljuk, hogy szükséges és
támogatandó, megint csak utalva arra, hogy a fukushimai erőmű feletti ellenőrzések is utólag tapasztalatok szerint nem voltak mindenben kielégítőek, hogy az atomenergia hatóság ne kapjon szabadságot abban, hogy milyen rendszerint és milyen rendszerességgel végzi el ezeket az ellenőrzéseket, hanem egy előre elkészített ellenőrzési terv alapján és rendszeres, megszabott időközönként ezeket kelljen elvégezni. Az ötös ajánlási ponton a településfejlesztési célokat vennénk ki a központi nukleáris pénzügyi alapból felhasználható támogatások felhasználási köréből. Azt gondoljuk,